Ma már természetes elvárásunk, hogy bárhol tartózkodunk, munkahelyen, otthon vagy pihenés, szórakozást, bevásárlást biztosító létesítményekben, komfortérzetünk is jó legyen. Ennek személyes állapotunkon túl feltétele a környezet helyi klímájának állapota. Munkahelyen nem csak a dolgozó közérzete, de az alkalmazott technológiák, eljárások, anyagok is megkövetelik az egyenletes hőmérsékletet és tiszta levegőt. Lakóépületek, középületek, gyárépületek, raktárak, színházak, sportcsarnokok és más nagyterű közösségi létesítmények szellőző és klímatechnikai berendezéseinek szerelése, javítása és karbantartása tartozik a szellőző és klímaberendezés szerelő jellemző munkafeladatai közé. Természetes szellőztetéssel nem mindig biztosítható a kívánt komfortérzet. A megrendelő már a szaküzletben kapott tanácsok alapján kiválasztotta és hazaszállította a megoldást jelentő klímaberendezést. A gyártó által a készülékhez biztosított műszaki leírás és üzembehelyezési útmutató alapján a megrendelő és a klímaberendezés szerelő egyeztetik a munkát. A berendezés telepítéséhez segédanyagok is kellenek. Csövek, idomok, rögzítő szerelvények. A szükséges anyagok univerzálisak, egy szerelő általában rendelkezik ilyenekkel. A munka most is azonnal megkezdhető és rövid idő alatt elvégezhető. Első lépésben meghatározza és berajzolja a főegység helyét, majd a csövek vonalát és a rögzítési helyeket. Megnézi, hova csatlakoztathatja a villamos vezetéket. A meglevő dugaszóló aljzatot alkalmasnak találja, ellenőrzi, hogy megfelelő értékű-e a hozzátartozó villamos biztosíték. Ebben a szakmában gyakran kell villamos energiahálózathoz csatlakozni, de a szellőző és klímaberendezés szerelő nem végez villanyszerelést. Problémás esetben szakembert hív. A lakókörnyezetben végzett munka fokozott körültekintést igényel. Az épület és lakás részei, tartozékai nem sérülhetnek a szerelés során. A klímaszerelők általában munkapárban vagy kisebb csoportban dolgoznak. Ez hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé. A klímaberendezés szerelőnek mindig figyelembe kell vennie a fagyveszélyt. Lakásklímák esetében gyakran kell szerelést állványzat nélkül létráról végeznie. Ez is megoldható biztonságosan, baleset veszély nélkül, de fegyelmezett munkavégzés szükséges a biztonsághoz. A munka végeztével a szerelőnek mindig részletes tájékoztatást kell adnia a telepített berendezés használatáról. Egy nagy szellőző és klímarendszer kiépítése szoros együttműködést igényel más szakmákkal. A munkaterület átvétele nagyon fontos előkészítő tevékenység. Az alkatrészek ellenőrzése közben előkészítik a biztonságos munkavégzéshez szükséges mozgatható állványokat és létrákat, a szükséges szerszámokat. Az alkalmazandó szerelési technológia megállapítása, az elvégzendő munkafolyamatok műveletekre bontása előre megtörténik, de a helyszínen pontosítani kell azokat. Helyszíni méretellenőrzés, a szellőző és klímahálózat csővezeték nyomvonalának kijelölése az első munkafázisok. Csövek előkészítése, kiválogatás, méretre vágása, hajlítása, menetek vágása következik. Csövek illesztésére és rögzítésére alkalmas építőelemek, idomok kiválasztása rajz alapján. Ezek szerelése is fontos feladat. Légcsatornák készítése és összeállítása előgyártmányokból látványos, de veszélyes munka. Ventilátor és befúvó egységek szerelése, légszűrő blokkok beépítése látványos, de fokozott figyelmet igénylő munka. A biztos kézzel végzett munka, az ötletgazdagság, a figyelemösszpontosítás képessége nem csak előnyt jelent, hanem követelmény is. A megfelelő minőségű munka a szakember névjegye. A korrekt munkavégzés, az udvarias magatartás követendő példa. A térlátás és a jó szemmérték ebben a szakmában elengedhetetlen. Fontos a jó egyensúlyérzék, a karok, kezek, ujjak épsége. Megfelelő testi fejlettség, az állóképesség és mozgáskoordináció szükséges a szakma végzéséhez. Mindezek meglétét a foglalkozás egészségügyi orvos igazolja. Az építőiparban különösen fontos több szakma képviselőinek együttműködése. Klímaberendezés szerelők állandó és szoros partnerei az építőipari kivitelezőknek építéskor és felújításkor is. A megbízható működés rendszeres és mindenre kiterjedő ellenőrzést igényel.
A felkészült szakemberek a mérési eredmények alapján olcsóbb és megbízhatóbb üzemeltetést tudnak biztosítani. A hibafelismerés fontos szakmai készség, amit elsősorban kivitelezési munkák során lehet megszerezni és fejleszteni. A berendezések ellenőrzése a könnyebb munkafeladatok közé tartozik. Fizikai szempontból a szellőző és klímaberendezés szerelő munkája általában közepesen nehéz, de néhány munkafázis, mint például a nagyobb modulok beemelése, vagy kényelmetlen testhelyzetben végzett rögzítés, emelés megerőltető is lehet. A szakma gyakorlása szempontjából a térlátás és a kézügyesség igen fontos. A komfort érzetünk nem csak a hőmérséklettől és a páratartalomtól függ, hanem a zajszinttől is. A zajmentes klímaműködés egyes helyeken, például színházban és hangversenytermekben különösen fontos. Ennek biztosítása vagy fokozása a már működő rendszerek korszerűsítésével és karbantartásával oldható meg. A klímaberendezés szerelőnek gyakran kell nagyon igényes és reprezentatív helységekben, termekben dolgozni. Az igényesség és a körültekintő munkavégzés alapvető követelmény. A munkavégzés történhet múzeumokban is, vagy más olyan helyen, ahol fokozott vagyonvédelmi rendet kell érvényesíteni és betartani. Ezért a megbízhatóság nem csak a szakmai munkára kiterjedő követelmény. Miért éppen ezt a szakmát választott? Azért, mert a klímaberendezés szerelő szakma ma nagyon divatos, hiszen családi házak, irodaházak, központi épületek, szállodák ma már mind klímaberendezéssel készülnek, klimatizáltak, és ehhez keresnek szakembereket. Mi mindent kellett ehhez megtanulnia? Alapok szükségesek hozzá, és magánál a szakmai képzés során ugye szerelési ismeretek, a klímakör folyamatokat kell ismerni, berendezéseket, és nyilvánvalóan a karbantartás szerelési ismeretekkel jár. Mit tart vonzónak ezen a pályán? Ez egy divatos szakma, lehet egyéni vállalkozásként is, vagy céges vállalkozásként is űzni ezt a szakmát, gyakorolni. Vannak-e árnyoldalai ennek a pályának? Hát nyilvánvalóan épületek tetején is kell dolgozni, a külső szerelés, esetleg kellemetlen időjárási viszontagságok között, tetőn, veszélyes helyen. Igényel-e valami különleges képességet ez a szakma? Kézügyességre van szükség, és hát nyilvánvalóan elég komoly ismeretekre, villamos ismeretekre, szerelési ismeretekre, még vegyipari ismeretekre is, hiszen hűtőközegekkel dolgozunk. Milyen követelményeknek kell megfelelnie nap, mint nap? Ismerni kell a környezetvédelmi előírásokat, a hűtőközegek veszélyességét, és ezeket be kell tartani, tehát ma már hűtőközeg nem kerülhet a környezetbe, és a minden berendezés nagy nyomás alatt működik, és ez veszélyes lehet. Milyen szakma képviselőivel tart rendre kapcsolatot? A klímaberendezés az valahol az épületgépész szakmán belül helyezkedik el, így épületgépészekkel vagy építészekkel tartjuk a kapcsolatot, hiszen általában a klímaberendezéseket az épületgépészeti munkákkal egyidejűleg szereljük. Kiknek ajánlja ezt a pályát? Minden olyan fiatalnak vagy idősebb kollégáknak, akiknek jó kézügyességük van, fantáziát látnak ebbe a szakmába, szeretnek külső épületeken a jó levegőn dolgozni. A szellőző és klímaberendezés szerelő nagy önállósággal és szakszerűen végzi a munkáját, amiben nagy szerepe van az elméleti és gyakorlati képzésnek. Az oktatás kiterjed a javítási és a karbantartási munkák elvégzésére is. A képzési idő 2 év.